Itt vagyok újra a Black Ops 4-ben, beléptem a zombis módba, ugyanis a múlt alkalommal észrevettem, hogy jött ez az új gauntlet, az An Ice Day in Hell, jeges nap a pokolban, és ez az a gauntlet, ami a legutolsó pályára, Tugder Totenre érkezett, ezt próbáljuk ma ki. Utóbbi alkalommal az Alpha Omega-n kicsit felbosszantottam ezen magam, mármint az ilyen gauntleten, lehet azért, mert másokkal játszottam. Most jövök egyedül, aztán meglátjuk, meddig jutunk. Itt van az első kihívás, hát a gauntlet az ilyen, így 30 körig megy, mindegyik körben van valami kihívás. Most az, hogy csak akkor támadhatok, hogyha állok a fagyos vízbe, tehát itt. De lehet mondjuk mozogni is közbe, csak hogy a vízbe kell lennem. Csak akkor tudok támadni. Ja igen, ott a balsó sarokban le is zárja a támadási módokat, ha ide vagyok, ide jövök a vízbe. Akkor pedig támadhatok. Kicsit azért sietni kellene, hogy ide fagyjak, de... Ez menni fog, főleg most, hogyha kijövök. Aztán ezt az utolsó zombi. De nem is az utolsó, még maradt. Ő lesz az utolsó, igaz? Jól van, kész vagyunk az első kihívással és az első körrel is. Lássuk, hogyan tovább. Lassan sebzést kapok, ha nem vagyok bent a Lighthouse-nál. Ó, nem már. De még alig van pontom. Akkor arra kér a játék, hogy abba az irányba. És sem az ajtót, pedig a másikba szerettem volna. Ha ide jövök, bent vagyok, ez már jó. 150, jó. Elég ideig eljönni. Oké, a világító toronyba kell lenni, de ez is megfelel neki. Ez pontosan a Lighthouse Annex nevű helyszín. Más irányba akartam pedig kinyitni az ajtót, de hát akkor erre jövök, aztán így oldom meg ezt. Ez még jó, mert még itt az elején vagyunk. És nincs gond túlélése. Mondjuk később lehet, hogy egyszerűbb lett volna, mert nyitva van a pálya. De most akkor arra kér minket a játék, hogy erre jöjjünk tovább. Lássuk harmadik kör. Csak nem bekapáncsolt pisztolyokat használják. Hát azzal kezdek, szóval. Ja. Egyszerű. Plusz, hogyha esetleg mondjuk a MOG shotgun-t állítjuk be, vagy a SAUG SMG-t, akkor itt van egy pisztoly a falon, ez 700-ba kerül az RK7 Garrison. Szóval ezzel egyszerű lesz, a Strife-ot szoktam használni. De úgy van a Nuke, azzal majdnem befejezzük a kört. Ja, maradt bizonyára még. Éled nyugodtan. Akkor te meg is vagy. És... Aha, hallom már. Oho, tízes! Na hát jön a tízes, le is győztük. Negyedik hullám. Csak akkor lehet sebezni a zombikat, hogyha magasabban vagyok tőlük. Hát mondjuk itt szerintem pont jó, oda lelövök. Én itt magasabban vagyok. Akkor lehet sebezni őket. Akkor megpróbálom őket ide terelni, hogy hát itt is éledne. Na lássuk, így jó. Így lehet sebezni, pedig azért sokkal nem voltam magasabban. Van egy gránát. Én itt magasban vagyok. Nem lehet használni a katanát, pedig kész van. Mármint, hoppá. Most már nem. Ugrással sem jó. Kár érte. De akkor le tudok dobni ide egy gránát, ott gyorsan felszaladok, és utána már sebezni fogja őket. Valamit dobott. Jó, valamennyi pont. 500. Bonus point. Oké, itt találjunk akkor egy fegyvert, vegyünk valami olcsót, ez meg 1000-es. Hogy lehet tényleg nyissam ki. Inkább megyek akkor tovább a világító torony felé. Ja, meg újra is élettek most a zombik. Ja, úgy hallom, igen, úgyhogy megint megpróbálhatom legyőzni őket. Bent. Jönne még. Nem, hát ott lecsúszunk, ott nem fog jönni. Ja, ott volt az utolsó. Nem kellett végül vennem fegyvert. Lássuk, most mond-e valami fegyveres dolgot. Éljem túl az elektromos zombikat. Na jó. Ja, itt a box. Kérünk Mr. Box valami szépet. Spitfire, jó. Ez nem rossz. Uha.
Hát most kicsit aggódom. Milyen lesz ez az elektromos zombi horde. Túl sokan nem fognak egyszerre jönni, mert nem is túl gyorsak. Jó, én lehet csak túl reagáltam, hát ilyen lassan jönnek. Az nem gond. Jöhetnek nyugodtan. Igaz, ötödik hullám. Még nem lesz ez túl nehéz. Főjt itt a istaki. Akkor a pisztolyt visszavesszük. Aha, itt jönnek meg. Aha, most fog bedugulni, mi? Vagy csak ide. Double points. Jó. Ahhoz képest ötödik hullám egészen sokan érkeztek. De fejezzük be ezzel a nyúkkal. Sikerül befejezni, vagy még maradt hátra? Még maradt. Ezek szerint double points lemerül. Utolsó, mi? Nem. Pedig szokott ilyen lenni, hogy egy nyúkot elsütöm. Aztán már csak egy marad. Össze-vissza szaladgálni van azzal. Ha még onnan élednének. De furcsa. Jó van. Kész vagyunk a hullámmal. Hatodik. Szerezem meg a zipline handle-t a kör végére. Hú, emlékeznék én erre. Na lássunk hozzá akkor a zipline handle megszerzésének. Gyorsban néztem egy útmutatót. Az egyik ennél a hajónál, másik hajónál lesz. Ilyen egyszerű. Csak meg kell találni. Ezzel nyitottam itt hátra, igaz? Nem itt, itt emellett lehet. Aztán lehet még hátul, ha minden igaz, vagy nem mennyire távolba. Nincs. Talán ez az. Ja, megvan. És ezt kell használni. Oh. Hát nem. Perkeket még nem is vettem. Itt kell használni. Gyerünk. Ez így nem jó. Wow, nincs is lőszer. Melyik fegyver van? Ó, nem, már régen a Call of the Dead-be ott az MP40 volt. Hát az most jó lenne megint, de... Sajnos nem az van ott. Akkor ez itt, az Auger DMR, az nem valami gyors fegyver. Erre a Mystery Box hely, az van. A kopályt, mint látok. Snowball. Adjál csak nekem. Ógolja ott nekik. Úgy mi. Na ezt tovább tekerjük. Jó, és megyünk a másikért. Itt vissza tudunk menni. Erre a hajóra. Kell egy fegyver. Összerakhatunk dolgokat. A fegyver pedig itt lesz. Ja. Ezt nyitom. Aztán itt kell megint keresni. Nincs. Nincs. Ráhasalunk. Erre is lehet, ha minden igaz, meg oda bent. Gyere, bemegyek. Elérte ezeket a zombikat. Legyőzzük. Vagy legalábbis, hogy egy maradjon. Majd te megszem ma. Merre van itt? Aha, megvan. Nagyon sokan jönnek. Azok addig jönnek, amíg nem teljesítem ezt a feladatot. Hát akkor pontokat gyűjthetek, ha bár az Alpha Omega-n megállították a pontgyűjtést. Ja igen, és most is nem ment fentebb a pont. Hogy nem tetszik ez nekem. Ilyenkor... Na jó, ne is menjünk fel. Csak felbosszantom ezzel magam. Ide föl. És itt lesz. Ezzel még folytattam a tekerést. Jó, kész. Most kell elmenni majd a kolléga úrhoz. Előtte még hat kapcsoljam be. Itt van. Ja. Ez kész. Megyünk, megszerezzük akkor a kék követ. Utána azt odaadjuk neki. A Pack a Punch ott lesz. Jól van.
akkor a haladás az megtörtént. És már csak majd meg kell szerezni. Lesz elég nekem annyi pontom, hogy kinyissam, de ez a... Ez az a kő. Hol van az a kő? Ott van? Jó, add ide. Ez az, itt le vannak zárva a dolgok, én meg tudnám tenni, amit kér, csak azért nem tudom, mert nem ad pontot. Figyelj, most nem tudok felmenni, azért a zipline handle leadás. Ja, most adott pontot? Azt hittem nem ad. Már csak annyi kellene. Vagy akkor ezt kinyitom, és akkor utána lehet vele beszélni. Próbálom a fejlövéseket. Minél több pontot szerezzek, de hát... És ez az utolsó zombi, és akkor így nem sikerült, vagy ez. 860. 980. Na két, nem tudok barikádozni. Na várjál, akkor két lövé. 1-2. De ez miért? Tudom ide föl. Van még egy lezárás? Azt hittem még egy lezárás van. Zipline handle. Oh! Köszönöm szépen! Jó, már azt hittem, hogy nem fog miért sikerülni. De sikerült. Nem kell akkor a követ odaadni? Dehogy nem. Hetedik. Hoho, nincsen élet visszatöltődés. Valahova kempeljünk be. Itt, ja, itt nincs is. Húha. Hetedik hullám, akkor menjünk. Falgó volt, hát akkor le tudnak engem ütni, pikpak. Kellemetlen lesz. Akkor mondjuk magasból sem szabad leugorni, mert akkor leugrok, akkor... Ott megsebződöm, aztán hát annyi életem van. Nyomjunk be akkor ezt a stock option-t. Nem kell ezt újra tölteni. Amíg van lőszerem, legalábbis. Ó, nem már. Már is levetsz el, nem tudok bemenni, mert itt van, hát de... Aztán most éljem túl... Ennyivel, ha ez egész hetedik kört. Ez a pont, ez nem fontos nekem. Megyek tovább, mert ennek nem lesz jó vége. Hagyjuk elő akkor ezt. Tehát ez nem tudom, mennyire sebeznek majd. Van ilyen páncélzata rajtam, amikor ezt használom. De... Ért. 50 élet, az mégiscsak 50 élet, egyetlen egy suhintás a zombitól. És annyi nekem. Kár, hogy ott beragadtam az ajtóba, sokat levet. Wow! Mennyit? Na, nem volt könnyű, de sikerült. Na, vegyünk még egy fegyvert. Egy kihívást totemet teljesítsek. De most ezek... Most ezek... ezek komolyak? Kihívást totem az... Ú, egyet láttam a hajón, másik meg azt tudom itt van a közelbe. Legalább megkaptam a VMP-t, jól van az. Erre tudom, hogy itt közelbe van. Megyek, azt megnézem, hogy ez mi a kihívás. Igen, itt van. Jó. Miközben állok a vízben, győzlek le 20 ellenfelet. A 8. körben van egyáltalán 20 ellenfél. Meglátjuk. Miért ilyen gyenge ez a VMP amúgy? 8. hullám, az még nincs 10. se, és ez a Mystery Boxos fegyver. Mégis ilyen gyenge. Jól van, a 20 zombi az szerintem meg lesz. Visszakaptam akkor így a gránátokat, mert eldobáltam a hógolyót. Most már csak... Visszajövök ide. Oda ledobjuk. És így jönnek a killek. 11. 14. Menjetek bele nyugodtan. 19. 20. Kész. Igaz? Vagy át kell venni a jutalmat, és akkor rendben vagyunk. Kérem.
Miért nem kaptam el egy pipát? Jó, mindegyiket? Az egész totem? Ó, nem. Hát ez tényleg ezért ilyen kihívás, mert csak akkor tudod teljesíteni, hogyha már tudod előre, vagy hát... Nem is tudod előre a kihívásokat, de... Elsőre így magamtól nagyon nehéz lehet, mert mindent figyelembe kell venni. Tehát ezeket a totemeket elkezdhettem volna már hamarabb is. Vagy ha tudom, hogy ez például a 8. hullámnak az egyik kihívása. Tehát ez is kihívás. Hát akkor ez így nem fog összejönni. Megpróbálhatjuk, hogyha gyűjtünk ógolyót, akkor megfagyasszuk a zombikat, és utána pedig összetörjük. Hopp, itt van. Ja, na szóval, 6-ot kell. Ő megfagyott? Ja, az 1. 2. Vagy ez nem, miért nem fagyott meg? Most? Ő megfagyott? Most megfagyott? De az meg... Jede. Számozott. És itt van még 3 darab. Hát akkor akármit csinálok vele. Ez így már nem lesz meg. Hát az így nem lett meg. Újraélesztett a 8. hullámnál, de az a helyzet, hogy ez a kihívás totemben még szerintem van egy 3. is, úgyhogy hát ezt így nehéz teljesíteni. Megpróbálom azért mégis legalább ezt az egy fagyasztósat teljesíteni. Aztán meglátjuk, hogy tényleg van-e egy utolsó, vagy pedig már nincsen. Gyere csak ide. Megfagy... Nézd meg. Most. Jó. Ez kész. Megszemmódod. Add ide, és akkor van megint. Megint egy feladat. Micsoda? Mit énekel? Énekeljem a kedvenc dallamát a dokog... Na jó. Na jó. Hát ott írja, hogy mit kell énekelni, de hát hogy énekeljem én ezt? Ezt én nem nagyon tudom. Hát ide tényleg kell a teljes pálya ismerete mindenféle easter egg-gel és ilyen mellék dologgal is, úgyhogy ezt én most itt fejezem be. Ez a gauntlet elég komoly. Azok, akik nyilván ismerik ezeket a lépéseket, azok felkészülhetnek és hibátlanul teljesíthetik mind a 30 hullámot. De még hogyha másokkal is jövöm, szerintem akkor sem olyan könnyű teljesíteni, hiszen másoknak is ezzel a tudással rendelkezni kell, hogy hogyan teljesítjük az ilyesmiket. Szóval ja, ennyi volt ez a zombizás itt. Nem sokára érkezik a Call of Duty mobilba is a zombis mód, szóval aki esetleg azt várja, az feliratkozhat és bekapcsolhatja a csengőt. Jelezheti egy like-al, hogy már várja, és akkor találkozunk legközelebb.